Az összejövetelen 125-en vettek részt 6 magyarországi, romániai és szerbiai egyházmegyéből. Olyan rendezvényeket is szerveztek, amelyeken minden érdeklődő részt vehetett. Nemzetközivé tenni, és így megélni a Kárpát-medenceiséget és azt az összefogást, amely annyira szükséges számunkra. A találkozó során a többi között előadásokat, kiscsoportos beszélgetéseket, közösségi játékokat, bűnbánati szertartást, zenei áhítatot, de szombatesti vidám táncházat is tartottak. Varga Imre kapisztrán az emberi találkozások jelentőségéről és befolyásáról tartott előadást. Minden találkozás, akár jó találkozás, akár rossz találkozás olyan, ami változtat rajtunk, alakít bennünket. Van, amelyik életre szóló, pozitív, nagy találkozás, amelyik kinyit bennünket, és van olyan, amelyik bezár bennünket. A háló már 25 éve működik a Kárpát-medencében, és nem csak a külföldön élő magyarság anyaországi kötődését kívánja erősíteni, hanem a szórványban élők közötti kapcsolatot is. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak Magyarország felé legyenek kapcsolatok, hanem a Partium is felé, tehát a román-szerb határon átnyúló emberi kapcsolatok is legyenek, és ezeket a kapcsolatokat is kell erősíteni. Nagyon fontos, hogy az emberek megbeszéljék egymással a saját szórványhelyzetüknek a gondjait, bajait. A nagybecskereki háló találkozó ünnepi szertartással, a záró gondolatok kifejtésével és városnézéssel zárult.